Ülésezett a klub vezetői és az idősügyi tanács. A tanácskozáson három fontos ügyben döntöttek a tagok. A jelenlévők elfogadták a klubok javasolt anyagi támogatását. Ezek alapján 2019-ben is a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete, a Pedagógus Nyugdíjas Klub és a Bajcsai Nyugdíjas Klub kapja az önkormányzattól a legnagyobb összeget. A gyűlésen szó volt még az idei programokról is. A klubok megtartják egyebek mellett a kitűnők találkozóját, az idősekért ünnepi hetet, valamint a merrák elleni akciójuk. Is. A tanácskozáson szó esett arról, hogy az egyesületek idén is meghirdetik a Pro Bono nagykanizsa tehetségígérett díjat, melynek keretében érettségiző diákokat támogatnak a szeniorok.